A műsor helyszínét a Fészek Művészklub biztosította. Jó estét kívánok! Kovács András Péter, a Bóta Café vendége. Kapnak is szokták mondani. És hát egészen elképesztő, amit olvastam, hogy Ádon ötös volt az iskolába az egyetemet is szummakum laude végezte, hogy két kilónál nincs rajta soha több, hogy nem hiszik, nem dohányzik, nem húzzam föl magát a pénztároson, és hát amúgy stand Megpróbálom kideríteni, hogy az én normális ember, de hát majd, majd az én nyugtass meg, hogy az óvodában rosszalkodtál egy kicsit. Nagyon-nagyon kevés emlékem van az óvodai életről. Év igen, igen, de olyan volt már, hogy ne, óviban is, meg iskolában is, hogy én voltam az, akin a többiek kirosszalkották magukat, és én ugyanúgy intőt kaptam érte. Mert hogy mit csinál? Mi az, mit beállt, hát el, a, el, el, a kis osztálytársaim, tehát volt ilyen, és akkor na kivet részt a verekedésbe, Kovács. <gül> <gül> Úgy, hogy De ilyen. hogy tulajdonképpen mondtál te olyat, és ez két ellentmondásos interjú. Na, tessék hogy te már az óvodában te voltál az óvoda cseplinje, meg az osztályban te voltál az osztály bohóca, és aztán olyat is mondtál, hogy hát, Azért nem a te szokványos ö, életút az, hogy te ugye stand up meg humorista lettél, mert te nem jártál feltétlenül ö, amatőr színházba, Igen. mert te nem voltál az osztálybóca. Szóval akkor ez hogy van? Hát ez úgy van, hogy nyilván az emberben, pláne gyerekként dolgozik egy csomó ilyen nem tudom, egy jó oldal ilyen szeretet hiány, amikor így az ember hajt mások elismerésére, meg hajt így az instant sikerre, aminek hát a legkönnyebben bezsebelhető verziója a nevetés, Aha. nyilván meg meg akartam mutatni, hogy hát én is érek annyit, mint a, a, többiek, vagy talán még többet is. Tehát egyfajta, én nem tudom, egy ilyen, egy ilyen kisebbségi érzésből fogadó túlkompenzálás. Ennek tudható be az is, hogy, hogy mindig mindenből ötös voltam, és tepertem így a tanárok felé, de a kis osztálytársaim felé meg szerettem volna, hogyha ők engem elismernek, és nevetnek, és szeretnek. De az társaság meg... nem mutáltak azért, hogy stréber vagy? Nem, nem. Sőt, ezzel nagyon jól egyensúlyt tudtam teremteni, hogy megvoltak meg, voltak, meg voltak az ötösök a tanársak, tanárok felé, de szünetben megment a, a, a vicc, meg a, a hülyéskedés. Pláne gimnáziumban. De ott, ott, meg könnyebb is volt, mert ott az osztály fel kitűnőre érettségizett, tehát nem lógtam ki. Na, na tessék, tessék. De két gimiben is jártál, nem? Egy egyháziban, meg egy... Hát meg ez egyháziba. egész pontosan úgy történt, hogy a József Attila gimnáziumot, a patinás híres Jóskát, akinek palotás Józkán János vagy. Így hívták Jóska akinek Palotás volt évtizedekig az igazgatója, visszaadták a ciszterci rendnek, mert az korábban Aha. Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium volt, és most is az. És ez fokozatosan történt, és az első ilyen egyházi osztályt, akkor indították, amikor én oda bekerültem 92-ben, mi voltunk ez az első osztály, de még József Attila gimnáziumként, de már a Budai Ciszterci Aha. Szent Imre gimnázium előzményeként, és aztán következő évben már két osztályt indítottak, aztán már hármat, aztán mire egy is, nem szépen visszakapta az egész iskolát a, a Ciszterci rend. Úgyhogy nekem így megvolt a világi Jóska élmény is, meg megvolt a, az De hogy te, um, tudom, hogy te már gyerekként vittek téged a szülők templomba. Hát pontosabban a nagyszülők, tehát a Nagyszülők, aha, aha. És akkor előtt matchboxoztál, színezted ott a Igen. dolgokat, és aztán egyszerre csak el kell, neked tetszeni. Kezdett tetszeni a dolog annyira, hogy hát, miért már papap lenni? Igen, ez, ez egyszer csak így berántott az egész. De mi? Az hát, ő, hát az, hogy Te az ember ott szép, szép fehér ruhában szembeállott a, 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 a hívőkkel, tehát nem csak egy vagyok ott a padban, hanem Aha. én ott állok a pap mellett, Aha. Én a pap keze alá dolgozok, minisztránsként, én olvasom az olvasmányt és volt ö, általános iskolában osztálytársam, aki már minisztrált, és én láttam, hogy ő már ott ül föl, én Aha. meg még itt ülök lenn, és aztán addig, addig dolgoztam az ügyön, hogy aztán másodiktól, harmadiktól én is elkezdtem minisztrálni, és ö, hát nyilván ott a, a, az oltárhoz egyel közelebb, az élmény is egyel intenzívebb volt, és aztán egyszer csak nem tudom én, 14 5 éves koromban ez az egész, ami korábban ilyen megszokás volt, meg, meg ilyen szép, külsőséges Szertartásos valami, az egyszer csak így, így feléled bennem és kapott hát, ha, ha is. Hát ha ha belegondolok, tulajdonképpen az is előadó művészet, egy bizonyos szempontból papnak lenni. Ugye ezt Tankai István akart például pap, pap lenni, azt nem tudom, hogy tudod-e. Nem? Nem és aztán ugye később azt mondta, hogy hát így is az lett tália. pap. Í így olyan. van, így van. Pedig azzal az orgánummal azért kurjantotta volna magát a bazilikában, szerintem azért. Hát az színházban is jól hatott az az, 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 az orgánum. Na, és akkor, akkor tudom, hogy volt két olyan fiatal pap, neked tetszett. Ha nem úgy nem, nem, úgy, úgy, nem úgy, úgy, nem úgy, nem úgy. Nem, nem úgy, nem úgy. A lényeg az, hogy hogy igen, hogy az iszterci rend, ugye, ilyen több évtizedes, ilyen, nem tudom én, hát nem is rejtőzködés, de mi ez? Tehát ahogy működtek a rendek ugye hosszú-hosszú évtizedekig a szocializmusban, utána egyszer csak így a 90-es években fellélegezhettek, így az öreg szerzetesek elkezdhettek friss szerzeteseket tobori, toborozni, akit, akinek volt ilyen jellegű elhivatottsága, az beléphetett a rendbe és hozzánk is került két-három ilyen fiatal szerzetes, akiket pár éve szenteltek fel, akik elvégezték a teológia mellett még, nem tudom, elvégeztek még három egyetemi tanári szakot is, vagy, vagy bölcsész szakot, és ott álltak előttünk 20 éves szerzetes papok, akik felszentelt papok, emellett latint, magyart, nem tudom én nyelveket, a fenet ugye mit, ógörögöt tudnak, Tanítani csuklóból, és ez egy olyan, és emellett hallatlan viccesek és jófejek és, és lazák, és ez egy olyan olyan sugárzó példa volt, tehát tényleg az ilyen poros kereteljes egyház egyszer csak így, így arcot váltott, és, és lett egy ilyen, egy ilyen fiatalos, lendületes külseje felénk, hogy ez, ez, ez tényleg az, nagyon sokunkat megérintett. És az akkor igaz, ilyen... hogy jártatok a -e fekvő kórházba, egy Betegek, volt igazdalni? ilyen is, igen. Ez, ez, nem a, a az nem a gimnáziumi ö, életem volt, hanem mellette Budafokon, ahol felnőttem ott, Voltam tagja egy ilyen katolikus közösségnek, ahol azt éreztük, hogy azt, hogy így összegyűlünk, meg imádkozunk, meg nem tudom, az jó de kevés. És akkor kitaláltunk magunknak ilyeneket. Hogy de ez hogy nézhet ki? Bementél a kortánbe, és mit és egyszerűen ott, ott, nem tudom én, idős bácsik, nénik, akik, akik ott feküdtek, és tudjuk, tudtuk, hogy nem nagyon látogatják őket. Ö, és nyilván a nővéreknek is annyian beteget kell ellátni, hogy a nővérektől sem Aha. kaptak feltétlenül túl nagy figyelmet, csak éppen annyit, ami a napi gondozáshoz szükséges ővelük töltöttünk együtt egy kis időt, hogyha igényelték. De jó, nem de együtt töltöttél, mit csináltál? Beszélgettél, vagy akár meséltél viccet is? Nem, viccet meg. azért nem. nem? De, de, beszélgettünk, meghallgattuk a kis dolgait. Miért? Ezt miért nem is? lehet? Hát vannak bolc hát is, akik bemennek a gyerekekhez. És... Ez egy jó ötlet lenne, bohoz doktor az elfekvében. Lehet, hogy, lehet, hogy kipróbálom. Az utolsó leletét. Egyébként szerintem nem akkora hülyeség, mint elsőként hangzik. Egyébként, egyébként lehet, mert az embernek kéne a Igaz, meg a derű, ha valamikor, hát akkor, akkor lehet, hogy pont akkor, az ilyen szorult utolsó órákban. És volt, és ez nekünk is nagyon erős élmény volt, tehát ha őszinte akarok lenni, ez, ez szerintem inkább szólt, nem tudom én rólam, mint, mint, mint a nénikről. Tehát, hogy én ebből többet kaptam, meg többet tanultam Mit? az életről. Mint, mint, azok, akik, akiknek ott, nem tudom, én fogtam a, a kezét egy De órán. mit tanultam? Hát azt, azt, azt hogy, 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 az, hogy kerekedik ki az élet, mi a vége, hova fut ki az egész, mi lesz belőlünk, és aztán hogyan, hogyan, hogyan hűl ki a testünk, mert olyat is Tapasztaltam de ott te, mint keresztjén, hiszel a túlvilágban, vagy nem hiszel? Hát, nem tudom, egyre árnyaltabb erről a, a képem. és, no, és akkor el, árnyalt. El, és eljutottam odáig, hogy megértettem azt, amikor Jézus azt mondta, hogy Isten országa bennetek van. hogy nem, nem arra kell várnunk, hogy majd, ha meghalok, akkor ott örökké boldogság lesz, és ragyogás, és lebegés. Tehát ebben nem hiszel? Én nem tudom, hogy van-e. Tehát nem mondom, Aha. hogy nem hiszek, de, 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 de tudom, hogy kéne, de... De, 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 sokkal fontosabb nekem az, hogy már most itt megtaláljam a, a, békémet. Tehát azt, amit, amit oda átvárok, azt már itt megtaláljam és megteremtsem magamnak, mert különben elterik az élet teljesen, uh -huh. fölösleg. De szoktál ilyesmivel viccelni? Persze. Hát van például leveled, nem a tiéd, pálapostól levele mondjuk az elműhöz. Jó, igen. <laughs> mert hogy mit tudom én ki akad, hogy nem jó neki. Már, vagy úgy, nagy... már nem is emlékszem. De igen, mm. hogy volt valami hasonló valami hasonló viccem. Szoktam, mert hát nekem ez, ez, ez van a fejemben, ezek a, a mindennapjaim, ez a kultúránk, tehát ez, ez ha akarjuk, hanem azért egy évezrede meghatározza a magyar kultúrát. És akkor is, hogyha a lakosság nem gyakorló hívő, azért akkor is a, a keresztény keretekkel tisztában van. És Mert ezeket hát a kereteket kicsit én ilyen, a hogy mondjam, államvallásá lett ez emelve, meg piedesztára, meg nem tudom. Hát de... igen, igen, de ezzel együtt, ezzel együtt nem, lehet, nem lehet erőszakot tenni a... A, a, a lakosságon sem. Tehát, hogyha valakinek visszás ez az, az egész, pláne úgy, hogy, 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 hogy még a, tehát, hogy ez megint csak ugye egy ilyen klasszikus elcsépelt Jézus idézet, hogy add meg Istenek, az Isteni és császárnak, amit a, a császári. Tehát, hogy én, én eleve nem, 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 soha nem tudtam elképzelni azt, még akkor sem, amikor a pápa koronázta a királyokat, mutatván, hogy ez egy katolikus ö, szervezet, ez az állam dolog, már akkor sem tudtam elképzelni, hogy a kettőnek érdemben. Köze lehet egymáshoz. És így, tehát hogy. hogy hát hogy így... azért volt időszak, amikor előgé összefonhattak. Igen, Sőt, igen. más sincs ez feltétlenül. Igen, de, de én amikor, azt hallom, igen, amikor például azt hallom, hogy keresztény-demokrata, akkor én én azt nem tudom elképzelni a kettőt együtt. Tehát valaki vagy politizál, vagy, vagy, vagy keresztény. Lehet, lehet keresztény alapokon politizálni, de belevinni, a kereszténységet a, 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 a politikába, az, az, az nem tudom én olyan, mint beáztatni a pizzát húslevesbe. Tehát, hogy, olyan, hogy a pizzának se tesz jót meg a húslevesnek se. Értem, értem. Na, és végül is, hogy lettél te? Mert ugye állítólag 25 éves korod, addig eszedbe nem jutott, hogy neked Itt ilyen stand up kéne Igen. foglalkozni. Jogot végeztél, sőt, még voltál valami ügyvédbolytár is, Hol, vagy nem? akkor nem? Aztán elkezdtél tanítani. Fú, nagyon alaposan utána néztél. Igen. Szoktam. De fú, de tényleg, tehát is pláne itt van minden fejben, le a úgy volt, hogy igen, beiratkoztam a jogi egyetemre, ha nem jóra vettem. Miért oda? Volna. Miért oda? Mert úgy éreztem, hely voltam az első értelmiségi a családban, az első oh. diplomás a családban. És ez, a szülők? Ö, édesapám sofőr volt, anyagbeszerző, Aha. édesanyám pedig egy ilyen egyszerű irodai dolgozó, egy érettségivel, Aha. egy bor kombinátban. Hoppá! Így, így <laughs> lehet ezt hívni. Ungarovén borgazdasági vállalat ez volt a ezek után. után nem is szól azért, hogy ezt Hát, apám. Nem neveltek rá kellően. Ne, ne, hát apám mutatott olyan errettentő példát igen? Az, az ivás terén, ami. Alkoholista ami volt? Hát nagyon keményen, igen, meg végül is ez is, ez is vitte el. De ki tudott alakulni? Igen, tehát máj? Vagy? Ne, minden, minden egyszerre, minden egyszerre. Tehát, Sem... hogy a, a, a mája is, a, a, az agya Bírta ah, már, és akkor csak így egyszer, csak így, így évek alatt így. ez szóval mikor elő. volt, hány éves voltál? -e? 23. Hmm. Soha nem ez 2000? rád, ez hát, az egész? Egyáltalán gyerekkorban az alkoholizmusra, és utána, hogy ilyen hamar meg. Hát nagyon sok mindent tudok megmagyarázni magamban utólag, Igen? hogy miért, miért lettem én Na. olyan, amilyen. Ö, Pont, pont, pont amiatt, äh, amilyen ő volt. Féleljesen ezért nem haragszom rá, meg nem vádolom őt utólag, Há. meg őt is tök jól helyre tettem magamban, és szerintem Há. így az, hogy az ember äh, így nem tudom én, szenvedélybeteg családtagként öh, utólag fel tudja ezt dolgozni, az azzal kezdődik, hogy megbocsátja az illetőnek, de és ez egy nagyon érdekes probléma Magyarországon, mert közel most már, hát óvatos beszélések szerint 800 ezer alkoholista van, bátrabb beszélések szerint 1 millió, és ez nyilván akkor ehhez mérten 4 millió embert érint, a gyerekeiket, a feleségeiket, a szüleiket. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly kérdés, amiről sose beszélünk, úgyhogy itt ez egy remek Lehetőség. Parancsolj. És igen, és nyilván, nyilván gyerekként nem csak én, az összes, összes ilyen gyerek, még akkor is a fizikai bántalmazás nem éri otthon, és engem se ért soha. Hát de van, de akkor, ér. Igen, az a rosszabbik, de akkor is az állandó bizonytalanság, hogy nem tudod, hogy mire mész haza, nem tudod apád, hogy kerül elő. Az, hogy gyerekként te érdemelnéd azt a figyelmet, amit aztán minden családtag ő ráfordít amikor megérkezik, és egy sor ilyen dolog vezetett nyilván ahhoz, az, hogy, az, hogy nem, nem tudom, nekem szégyenkeznem kell az osztálytársaim előtt, ez vezetett odáig. Mert ők hol látták, hogy a papa átjöttek szeg... játszani délután, ja, és értem. akkor megjelent apám, hogy focizzunk, próbált a labdába rúgni, hanyatt esett, és mindenki kivéve <laughs> engem. Tehát ezek, ezek nem kemény pillanatok, és ilyenkor az ember, Persze, hogy kompenzál, és persze, hogy próbálja bebizonyítani, hogy de ő több, de ő érdemesebb, de ő... És akkor ebből, ebből nálam nagyon sok minden fakad. Egyfelől ez a szorgalom, másfelől ez a, szeretet iránti vágy, ezek az instant nevetések iránti vágy, ami elvezetett ahhoz, hogy én ma az legyek aki. De ezek hiányában most nem ülnék itt valószínűleg. Tehát akkor egy, egy ilyen jó, szép, kiegyensúlyozott polgári család gyermekeként, most valószínűleg, nem tudom én, közgazdászként vagy jogászként elüldögélnék boldogan egy irodában. De amúgy te a magánéletben ilyen kiegyensúlyozott polgári, nem? Abszolút. Tehát alapvetőben te igen. az az izé, tehát igen. rólad az ég egyetem, a bulvárban se nagyon lehet rólad olvasni, még sehol. Tehát semmi botrány, semmi valami semmi, jó kis zavtos történet. Semmi, 15 éve. Úgyhogy három gyerek, te, tehát egy minden, minden csodálatos, De a feleséget és kutya. Se, a feleséget se beszélsz, illetve van ez a dumád, nem? hogy élek egy fiktív nővel, igen. Egy de, nem, de nem élek. És, de, és akkor még hozzáteszed, hogy nem Sajmáron. élek. <laughs> igen, 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 igen. De ez miért van ez az ennyire rejtőzködés? Mert ahhoz, hogy, hogy a, vicceimet el tudja mondani, ahhoz nem kell kiadni az ő egyéniségüket, személyiségüket, az, az identitásukat. Tehát, Amiket én mondok, családról, feleségről, gyerekről, az nyilván azért vicces a nézőknek, mert rezonál bennük, és a saját családjukra, gyerekükre. De az egyébként nem igaz, amit róluk de, mondsz, abszolút, vagy igaz? Abszolút igaz. Abszolút igaz, de... És miket mondasz róluk? Például? Hát, abszolút. Tehát mondok például egy, Na. egy egy ilyen estét, hogy egyik este a vacsoránál így olyat játszottunk a gyerekekkel, ez valahogy nekem jutott az eszembe, hogy te milyen csúnya voltál, és akkor elkezdtem így osztani a 11 éves fiamat, hogy te, akkor még 10 volt, hogy te olyan csúnya voltál, hogy mikor megszülettél, nagyanyádnak engem vitte ki megmutatni és akkor ez így baromira tetszett nekik, és akkor van egy fiú-lány párom és akkor jött a kislányom is, hogy és én milyen csúnya voltam, mondom, te, hát téged anyád Skype-on szoptatott. Hát mondom, hát a rácsúságyat fejjel lefele tették. És ezzel így nagyon kacagtak, és jött a kisebbik fiú és, és milyen csúnya voltam, mondom, voltál. Hát mondom, nézd ma még a húgodat, miattad lett szemüveges, és akkor ezzel így dőltek, dőltek. És akkor mondta a kisebbik fiú hogy apa, én is mondhatok egyet? Hát mondom, mondjál. És így egy mondattal két embert sértett vérig, azt szóval, mondja, te olyan csúnya voltál, hogy neked már csak anya jutott. <laughs> és így álltunk az anyjával, és néztük egymással, hogy most fogjuk örökbe adni a gyereket, vagy... És ez, 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 ez szó, ez szóró szóra konkrétan így hangzott el, és csodálatos történet a, a, színpadon is. Mert ugye úgy kezdődik, hogy én osztom a gyerekeimet, és azzal végződik, hogy elnyerem méltó a büntetésemet, és a gyerek pedig kiderül, hogy, hogy milyen, mekkora Miközben te van. azt mondod, hogy te tulajdonképpen privát, te nem vagy egy vicces ember. De ez most mégiscsak az van, hogy privát itt te poénokat Há, Hogy, az, hogy aranyosi a az, 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 arany, az Aranyosi Péter, az, az Aranyosi Péter az nagyon, az magánemberként itt. Igen, Szóra csak néha színpadon csinálja. Hogy... Tehát Aranyosi a különbség, hogy néha be van kapcsolva egy mikrofon. Ja, igen, egyébként Amúgy tök, így a persze, ugye? szövegfolyam az teljesen. És te nem? Én nem. Ha, ha éppen tényleg jó kedvem van, és oldott vagyok, és nem, nem valami nyomaszt a gyerekek között, mert ez ilyen tipikus szülői hozzáállás, hogy ha nincsenek itt a gyerekek, akkor azon gondolkodsz, hogy jaj, mi lehet velük, ha meg ott vannak, akkor meg jaj, tehát mindig máshol jár az agyam. Ha ott tudok velük lenni, akkor tényleg, tényleg nagyon jó tud lenni a hangulat, de legtöbbször így be vagyok valamin feszülve, görcsölök valamin, nem tudom, én az jár az agyam, hogy mennyi mindent kéne szervezni, és ilyen tömeggyilkos arccal. Tehát a, a, ez, a, ez, a, nyugalmi arcom nekem az ilyen nagyon tömeggyilkos. És ha így elgondolkodva megyek az utcán, volt már ember, aki, aki, rám szólt, hogy ha, ha, mosolyogjál már. <gül> <gül> úgy, hogy... De amúgy van benned agresszió? Ne, agresszió nincs. Semmi? De ezért még az egyik legszeridebb ember. Nem, engem mindig szomorúság önt el. Tehát amikor De mások... Mitől? Hát amikor mások feldühödnek, én akkor elszomorodom. Tehát ha elrontják a rendelésemet e, például, akkor nyilván más, mit tudom én, webáruházban vagy valahol, akkor nyilván más neki áll reklamálni, meg a panaszkönyvet kérni, meg a nem tudom. Rajtam pedig egy ilyen végtelen szomorúság vesz előtt, hogy hát még ez se sikerült. És mi nyilván De... fölösleges felelősüket keresni, mert mert valaki vele elrontott, is lehet mindig jó napja, de nekem ma már az a harmadik, és hogy ó, ez megint nem De magadat is elkönyveled balfék. Nem, nem, csak, csak egyszerre azt egy Mert egyébként ez van, aki né humorforrás, Aha. hogy ő a balfék, nem? Igen, igen. De nálad de. Él... Nem. nem. az ember hajlamos a saját narratíváiban saját magát feltüntetni főhősnek. És ez, ez, ez tény, hogyha valami történik veled, abban, abban te vagy a főhős, és nyilván te vagy az, aki e, egy erkölcsileg e, a legmenthetőbb az egész történetben, és hozzád képest mindenki más így hülye, úgy hülye, amúgy hülye. Ő Az a közlekedési helyzetből be akar jönni, miért pofátlankodik, miért? Az ő fejében meg az van, hogy hát nem hiszem el, itt viszem a lázas gyerekemet, ez a paraszt meg nem enged be. Tehát, hogy, hogy nem látom magam balfiknek, viszont arra ügyelek, hogy amikor egy helyzetet szemlélek, akkor ne feltétlenül én legyek benne a főhős. De te pontosan az ilyen hétköznapi helyzetek fonákját szereted meglátni. Igen. Nem? Tehát viszonylag keveset foglalkoz a politikával, de az ilyen napi szituk, amikben más esetleg nem látja a humort, csak fölhúzza magát, abban te meg ezeket belelátod. Igen, mert sokkal, sokkal érdekesebbek ezek a, dolgok, és sokkal érvényesebbek, és sokkal univerzálisabbak, meg időtállóbbak ezek a fajta felismerések, mint az, hogy most éppen mi történt a, a, a politikában, és szerintem sokkal jobb szem is kell hozzá. Tehát egy, egy, egy politikusnak az ordas nagy leütni, az, az, egy, az egy nagyon könnyű zitszer. Ehhez képest szerintem igen. Szerintem igen. Mondjuk Bödöcs Tibor csinálja remekül. Csinálja, szerintem. és nagyon jól is áll neki, persze, és, 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 és szereti, hát imádják, imádják érte, és ő jól is csinálja. Én... De te próbáltad, és nem ment? De hát mi rendszeresen, rendszeresen próbáljuk. Van nekünk egy Duma Aktuál című műsorunk, havonta egyszer Litkai Gergővel, Hadházi Lászlóval, Lovász Lászlóval, és Cegléd Zoltán politikai elemzővel, ahol, ahol minden hónapban az adott történéseket gorcső alá vesszük, viszont sokkal elemzőbben, és a, a dolgoknak sokkal alaposabban utána járva, és teljesen elfogulatlanul, színe írá ír egy sztúdió, hanem nem csak viccesen, de ez azért is benne a köztudatban, mert ez nem az a fajta humor, amit bármiféle ilyen információ vagy előzetes tudás hiányával is lehet fogyasztani, hanem ezt azok nézik, vagy azok ismerik, akik szintén képben vannak. Erről jött van. hogy te valami információt is tanítottál. Informatikai legyen. jogot, igen. Az a... mi a úr, bocsánat. Hát a számítástechnikával kapcsolatos jogi kérdések. Szerzői jog az interneten, a, ja, ja, ja. meg a kommunikációnak az ilyen hatósági, szabályozása, frekvenciák, internetszabályozás, ilyesmi. A, tehát, hogy minden, minden olyan jogi kérdés, ami, ami így Sőt, személyiségi is valamit Olaszország, meg valami másik. én jöttem, összehasonlító, Olaszország, Franciaország összehasonlító médiajogi elemzése. Tehát én, én ugye média... Kabaja, fél igen, A média jogból írtam a volna a PHD madda, sose készült el, és hát kutattam, megoktattam ilyesmit, adtam elő konferencián is még voltak ilyen tudományos publikációim, úgyhogy nagyon komoly tudományos életpálya szakadt félbe annak idején 23 évesen. De ez hogy jött? Most azt éves. tudom, hogy a komédiumban kezdtetek el valamit, de oda hogy kerültél? Tehát itt rögtön kijöttél az egyetemről, vagy ki se jöttél, már is ott tanárkodtál, szóval hogy kerültél oda a komédiumba, ahol aztán nem sokat voltatok, hát ahol a... ott egy páran próbáltatok ilyen humoros esteket. Hát ugyanúgy, hogy ugyanúgy, ahogy minisztrálni is elkezdtem, hogy ja. láttam az első osztálytársamat, hogy ő már minisztrálni, meg még nem. És az egyetemen egy évvel fölöttem járt litkoi Gergő, akit Na. én a rádiókabaréba hallgattam rendszeresen, láttam ott az iskolai folyosón, és már akkor is irigyeltem azt a mérhetetlen profizmusát, meg azt a networköt, azt a hálózatot, azt a jogi, jogi világon kívüli hálózatot, ami, ami van neki. És én is az életemet valahogy egyre inkább a jogi egyetemen kívül képzeltem el. Mert ez e... neked száraz volt? Száraz. Mert jogtörténetet is tanítottál. Igen. De ebbe például hogy vittél humort? Hát fölvázoltam egy középkori családot. Tehát nem elmagyaráztam, hogy jó szabályokat, hanem azt mondtam, hogy itt van, nem tudom én, Kázmér, itt van a két fia, Eugén és Töhötöm, itt van a felesége, aki nem tudom én, egy másik nemesi családból. És akkor szépen ő kapott a királytól egy birtokot, az a birtok, az ott két fele megy. A... De sőt, az ő nagyapja kapott, tehát hogy az, hogy az ősiség törvénye, hogy marad egy kézben a, a, a birtok, és akkor ott marad az asszonyka, és akkor így élővé, élővé tettem az egészet. És hmm. nem is feltétlenül viccesé, de szórakoztatóvá. Tehát ez is érdekes, hogy az ember történettel tud igazán jól tanulni. Tehát ha ugyanazt az információt megkapod szárazon, vagy megkapod egy történetbe ágyazva, akkor a történet fog megmaradni az ember fejében. Ezért van az, hogyha olvasol, és véget ér egy történet, akkor annak a tanulsága olyan erősen dolgozik benned, mintha te is átélted. Volna hát akkor az kicsit itt vagyunk a stand-upnál, a itt mesélés, Abszolút nem? itt vagyunk, abszolút itt vagyunk. Tehát azért mondom az én életemben minden afelé konvergált, hogy, hogy, hogy most... És akkor hogy, hogy kerültél -e a komédiumba? Úgy kerültem a komédiumba tehát, ugye, hogy Litkai Gergő már csinálhatott a kabarét, és egyszer csak, és nekem is éreztem, hogy nekem ez a, ez a jog, ez jó, de, de kevés és gondolkodtam még szép de ahhoz nem éreztem magam elég tehetséget, és egyszer csak hallottam. Azóta a regényt. Írtam, írtam, de megvan anélkül is a világ. Igen. Igen. <laughs> és egyszer csak hallottam, hogy édesanyám hallotta a klubrádióban, hogy a, komé a Klub Rádióban, hogy a komédium színpad felvételt hirdet ilyen házi kabaré műhelybe. És akkor én küldtem egy ilyen kis pályaművet, videókamerában beszéltem a konyhában pár percet, behívtak, jaj, de örültem, nagyon megtisztelve éreztem magam, de rajtam kívül még 180 embert hívtak be, nagyjából mindenki. <há> és akkor a szűrő az nagyjából az volt, hogy rögtön az elején közölték, hogy hát csinálhatjuk, de ők ezért nem tudnak fizetni. És akkor így maradtunk 30 -on. <hállt> ez jó ez nagyon jó volt, És Én... Én... páran lelkesen csináltuk, többek között Bödöcs Tibi is egyébként, és aztán a komédium úgy döntött pár alkalom után, hogy ez nekik nem kell, mégsem. De ez nem volt jó, amit csináltatok? amúgy? jó volt, ilyen kis, kis, aranyos esztrád műsor volt. Voltak benne teljesen kezdők, mint én. Voltak benne olyanok, akik akkor már így évek óta nem tudom én, próbálkoztak, nem próbálkoztak, nagyon komoly színpadi jelenléttel bírtak. Akkor Tibi, akit például a közönség akkor még nem ismer, de ő azért már évek óta ott Zala megyében, meg országosan itt ott már haknizgatott, csak nem volt országosan ismert. Úgyhogy voltak rutinos és kevésbé rutinos fellépők, de a komédium azt mondta, hogy hát ez, ez, ez mégse, mégse jó, ez ne legyen. És akkor páran átmentek a frissen induló Duma színházba. Én arról nem is tudtam. Ez a Tamadács téren volt, van, ez a Godó A Godo, a Godó, A, Godó, a Godó mai napig nem tudom, hogy mit Godó. Úgy volt, hogy a Godó kávézónak a... De a Godó nekem ha beked darabja, Igen, a is volt, arról, is volt elnevezve. Arról? Igen, arról de miért? Rendesen Godót, nem tudom. Aha. A, 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 akik üzemeltették, vagy akik megnyitották Aha. ezt a helyet, ezt a nevet adták neki. Én ott jártam többször, egyébként képzeld És fölötte pedig volt egy galéria, a Godó kortárs Galéria, és aki a hely volt, a kávézó és a galéria is, Sáfárt Zoltán, ő most is galériázással foglalkozik, és nagyon-nagyon jól megy neki. És őt kereste meg Ardai Tamás, aki televíziós rendező, és szintén Ardai Tamás kereste meg Litkai Gergelyt, mert Sáfár Zoltának ott volt a hely, Litkai ott volt a szaktudás, meg az ismertség, meg a kapcsolatok, hogy akkor csináljanak ott azon a helyen stand -upot. Tehát így indult el az, az egész Duma Színház dolog. És akkor, ha jól tudom, akkor a Bödöcs szólt a Litkainak, hogy... Hát vagy, nem, vagy ő, vagy valaki más, nem tudom, hogy van itt még egy csávó, és akkor én egyszer csak kaptam egy sms -t. Attól a litkai Gergelytől, akit előtte pár évvel az egyetemen ott néztem, és irigyeltem, hogy ó, de jó neki, jó, ilyeneket csinálhat, És ez csak az a litkai Gergely írt nekem, hogyha ha van kedvem, akkor menjek. És mentem, és hát vegyes sikerrel szépen beindult. Tehát nem mondom azt, hogy rögtön az első pillanattól kezdve hódítottam és feküdtek, de, de tanultam a hibáimból. Mm -hmm. de a hibáim? eleve ilyen vegyes színvonalú produkciók voltak, mondjuk azt. Így van. tehát sokszor ilyen bőlére, tehát tényleg túl bőlére el, elersztett hát történetmesélések, amik az az érzésed volt, hogy hogy beesett valaki oda, és akkor most na dumálok egyet, Igen. és akkor úgy neki, és lesz, ami lesz. Igen, hát többféle iskola létezett, tehát volt Badár Sándor, aki tényleg szerette hosszan ö, mesélni. Én voltam ott, igen, és még el is késett valami igen. miatt, mert valami baleset, vagy nem tudom, és akkor tényleg a szószoros értelmébe beesett, igen. és természetesen a balesetet is elmesélte. Igen. Akkor volt Szőke András, aki mindenféle alternatív színházi megoldással gondolko gondolkodott, volt, hogy az orrával játszott egy okarinán, tehát ő is öteg mindent, mindent megpróbált volt Hajós András, aki, aki, nagyon bizonytalanul érezte magát egyedül, és ezért néha jött vele valamilyen zenésztársa, és akkor kette, az, az volt ott még egy ember rajta, aki a színpadon az őt nagyon megnyugtatta. Volt Fábri Sándor, aki mesélt, hát ugye régi, jól bevált, történeteket, meg voltunk mi fiatalok, és akkor kialakult az, hogy kinek melyik iskola fekszik. Nekünk az feküdt, hogy nem az, hogy estéről estére csak úgy mesélünk, hanem az, hogy dolgozunk az anyagunkon, csiszolgatjuk. De hogy dolgozol egy ilyen anyagon? Tehát mondjuk ez hogy néz ki, hogy látsz egy üzét, amit téged érdekel. Láttál utcán valami jelenetet, amiben azt gondolt, hogy na ebből lehet valamit kavarni. És akkor mi történik? Hát olyankor leülök és, és megírom, teljesen szárazon közönség, meg minden és akkor én se tudom, hogy, hogy mennyit ér az az anyag, mi a ritmusa, mi benne a sallang, mi nem. Tehát még ennyi év után Tehát is... ezt megírod és bevágod így utána? Van, így van. Tehát mint egy szerepet így bevágod? Van. Pontosan. És muszáj megírni? Tehát Ez nem, nem jönne belőle, tehát hogyha mondjuk ötször elmondod. Hát azért az, az, írás, nem az, írás, az írás az azért jó, mert, így az egyik szó hozza magával a másikat, és lehet, hogy még ott helyben, helyben jut eszedbe hozzá egy jó hasonlat. Aha. Vagy, egy, vagy egy, egy, még egy még egy poén, vagy még egy csavar a dolgon. Tehát, hogy én ezért szeretem leírni. De nem merevítheti -e le esetleg? Tehát az nincs? Van, de aztán az elmondással még lehet annyit formálni. Aha. rajta, hogy, hogy, érzed azt, hogy hú, ez itt most lötyög, akkor ezt úgy, ahogy van, kihagyom, és ugrok rögtön oda, vagy, vagy lehet, hogy ott a színpadon egy gesztus, egy hozzáadott gesztus kelti aztán igazán életre. Szóval ez egy érdekes dolog, és, és csak és kizárólag közönség előtt színpadon elmondva derül ki minden anyagról, még nekünk is, hogy hogy jó, vagy nem jó. Tehát minden egyes új anyaggal én pont annyit érek, mint egy kezdő humorista. És mi van, ha ott állsz és éksz az új anyaggal? Hát az olyan. Akkor mi van? Az olyan. De akkor mit csinálsz? Az olyan. Hát hát, el... Akár átudrod az egészet, ha érzed, hogy nem, vagy azért végigvered, hogy hát, ha kijön bené, Végigverem, nem... már csak magam miatt is. Aha. csak magam miatt is. De mi tudjuk azt csinálni már, hogy van 20 percnyi működő anyagunk, amik közébe tudunk tenni 5 percnyi újat. Aha. Tehát a, a, a zsírúj humoristáknak nagyon nehéz, amikor még az a 20 perc sincs, csak, a, csak az új. És akkor elindítom valahol jól működő dolgokkal, a közönség megfelelő hőfokra kerül, én is be tudom lőni, hogy mit-hogy értékelnek, és akkor ahhoz képest, hogy majd az új anyag, belekezdek az újba elmondom, és ha nem úgy sikerül, akkor a közönség a végén még van 10 percem, amikor vissza tudom húzni az egészet. És a közönség úgy, úgy jön el, hogy nagyon jó volt, főleg a vége, ott a közepén egy picit döcögött, de, de lehet, hogy ezt észre se veszik. Azt szoktad mondani, hogy te jó aranybányász vagy, tehát, hogy kiszeded a jó, igen. A történetekbe az aranyat. a sárból a Sárból kibányászod az anyagot, és te nem hagyod benne a sarat. Ez Meg az még vannak kollégák, akik benne hagyják. Ez tehát, az egy különbség. Tehát van, van egy rakat jó poénjuk, de azért a szart is benne hagyják. Ez az egyetlen egy különbség van a jó humorista és a rossz humorista között. Hogy a rossz elmondja a rossz vicceket is. Tehát mindenki, mindenki tudna brilliáns lenni, de mindenki. Tehát, hogy te is össze tudsz rakni úgy 10 percet a saját életedből kellő gyakorlással, hogy az, 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 hibátlan legyen, onnantól kezdve csak az ízlés dönt. Mindenkinek a saját ízlése, hogy mi az, ami sallangot még benne hagy, vagy mi az, amire azt mondja, hogy ez még belefér. A trágárság, mint kötőszó, amit te nem szoktál nagyon. Nem nagyon, a, ha Egyszer-egyszer, igen. Ha indokolt, tényleg, ha indokolt. És elkerülhetetlen. Tehát, hogy egy, mit tudom, egy másfél órás esben mondjuk van három. De ott azok tényleg olyanok, hogy az, az, az kell, mert máshogy nem. Igen, nem de van. sokaknak azzal van tele. Meg ilyen altesti humor. Ez is. Igen, dúl. Igen, igen. igen, de ez az elején ez, ez jó eszköznek tűnhet, és Amerikában is meg vagyok lepődve, hogy, hogy mennyire híres és sikeres befutott stand még mindig még mindig ezt tolják, de tehát azon kívül, hogy az de hát ember az hát hatást is rengeteg kert... Igen, és ez, ez, nagyon csalóka, mert lehet, hogy a közönség meglepődöttségébe kacag rajta egy vaskosat, de utána az a néző el fogja magát szégyelni, hogy ő, ő miken hahorászik. És a, a, a humorista meghajol, kimegy a színpadról, és azt mondja, hogy na, nevettek. A néző meg feláll, és azt mondja, hogy hát az azért. És a, mi már azt humorista Biztos, hogy ez a néző mindig így ültem el mér mér a vállalhat Ültem én már Tehát azért, azért nincsenek nagyon minősíthetetlen stand -up -osok? szerintem vannak, ugye a kérdésemben benne van. De nem csak stand-upra gondolok, hát akár olyan színházi előadások, ahol nagyon lemennek a színvonal, de röhögni lehet. Lehet, lehet. Már aki tud ezen röhögni, és nagyon sokan tudnak ezen röhögni, és akkor ez működik. Igen, menemben. igen, csak, csak aztán a színész már nem hallja azt, hogy a ruhatárban mit beszélnek. Tehát nem csak az a fontos, hogy ott, ott, ott mi történik a nézőtéren, szerintem sokkal fontosabb, hogy a ruhatárban vagy hazafele a kocsiban mi mi, mi, ma, mi, marad meg az emberekben? Kimész a ruhatárba időnként előadásod? Nem, nem tudok. Olyan tömeg van ott, hogy nem, nem oda. Még én az, hogy lejövök a színpadról, és azon melegébe húzok haza. Tehát esélyt nem adok senkinek se, hogy ott engem utólag... Miért? Nem tudom, nekem az a, az, az, a, az a, dolgok lendülete. Tehát, hogy ott voltam a színpadon, megtörtént a dolog. Nem szeretett most... oda gratulálni, hogy jaj, de volt művész úr. Szeretem, de... De, de, nekem, nekem az a legkényelmesebb és az a legjobb, hogyha ha, ha ott a színpadon lezárult az, amit én csinálok, és én azonnal visszazuhanok civilbe, és már azonban a, fe, a azon jár az agyam, hogy hú, még a pékség nyitva lesz, mert még kiflit kell venni a gyerekeknek. Tehát én nem maradok ott még így lehiggadni, meg, meg... De te a színpadon nem civilbe vagy. Mert akkor te, tehát az nem dapposok egyenruhája, az nagyjából ez, ami most van. Te ennél azért de ezzel kirísz a sorból, egy fokkal elegánsabb szoktál mint mondjuk felvesz egy mellényt. Esetleg. Meg egy igen, jó vasat igen, igen. De ez már mondjuk Bödöcs Tiborra nem jellemző, aki egyébként fiatalon még öltönyt vett föl. Nem? Igen, tehát igen, még, igen, még öltönyben, még, igen. öltönyben kezdte igen. De most már azért farmer, ugye? Igen. Meg egy szál nem túl ünnepiink. De hát ez annak szól, Dehát, hogy. Tehát hogy... nem arról szól ez, hogy ti tulajdonképpen civilként beszéltek? Tehát tulajdonképpen miközben azt tetszett neked a papban, hogy ő nem egy a sok közül, hogy te mégis azt a látszatot kelted, hogy te egy vagy belőlünk a ez sok pont, közül. Ez pontosan így van, és erre törekszem is. Tehát, hogy mintha én egy néző lennék, aki a nézőtérről áll fel és jön oda. Tehát, hogy hogy, hogy hogy, hogy ez vagyok én, és én a színpadon se próbálom meg eljátszani, hogy én ennél több vagyok, vagy elegánsabb, vagy, vagy, vagy módosabb vagy kifinomultabb tehát hogy igen hogy civil vagyok a színpadon is amennyire lehet közelítem is a színpadi én gondoltam nem. hogy ki a ruhatárba igen. a lényeg nem mehet ki a ruhatárba utána de te ki mehetnél nem ki me Hát Igen lehet lehet de az olyan furcsa hogy én ott ott, azért, ott koslatom a, a, a tekinteteket, meg, meg várok a hátba veregetésre. Hát csak elmegyőzhet. Egyetlen egyszer álmodtam ezt, de az olyan álom volt, hogy, hogy riadva ébredtem belőle, hogy vége van az előadásnak, és lemegy a taps, és így csend lesz, és én még nem megyek ki, hanem megkérdezem a nézőket, hogy amúgy milyen volt? Te jó volt? Tetszett? És így, mert így felébredtem az éjszaka közepén, és, és nagyon furcsa érzés volt, és annyira dolgozott bennem ez az álom, hogy az egyik esten premierje után megkerztem a nézőket. Tehát ott volt, lement a taps, és elmondtam nekik, hogy egyszer ezt álmodtam, és nagyon dolgozik bennem, úgyhogy most megkérdezem. Jó volt, tetszett, és akkor ott, ott maradtunk még a nézőkkel egy tíz percet, és így átbeszéltük. És miért mondtad? Jókat. Jókat. Hát nyilván mégünk is a hatása alatt voltak, meg az egy nagyon erős estem voltam ott nagyon személyesre és érzelmesre fogtam a, a végét úgyhogy a minden néző ott a, a, az endorfintól elárasztva ilyen kinyílt szívvel csillogó tekintettel nézett rám meg nyilván ilyenkor az ember nem őszinte szemtől szembe tehát kommentben sok... én is azt, én is azt gondolom hogy ilyenkor ha ha van egy elemző beszélgetés, akkor előfordulhat, de úgyhogy ha most megkérdezed rögtön után, nem persze, tehát hát persze, tehát, tehát Igen. nem? Persze, a művészen örülünk, hogy itt lehetünk. Tehát, hogy de minden esetre érdekes. Művészuraznak, egyébként? Hát, nem tudnak jobbat. <laughs> nem alkalmas a művész vagy nem, nem, megfelelő, de hogy nincs, 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 annál, nem találnak hirtelen jobb szót, és akkor művész Úgy Utcán oda mennek? Szoktak. És te? Én általában, tehát én akkor tudom, hogy én vagyok a Mikulás, és ez nekik egy tök nagy dolog. Mint ahogy én is egyszer Kásás Tamással ráköszöntem boldogan, mert azt hittem, hogy ismerem, közben csak a tévébe láttam, és akkor jöttem rá, hogy hoppá, hoppá. Úgyhogy tudom, hogy ez az embereknek nagyon fontos. Azon szoktam kiakadni, ha evés közben jönnek oda hozzám, tehát azt, azt, nem bírom. Meg amikor, amikor úgy jönnek úgy, hogy ne haragudj, ugye te egy humorista vagy. Tehát, hogy gőze nincs róla. Azt tudja, hogy Kb. egy humorista vagyok fogalma sincs a nevemről. Tehát van ha nagyon zavarba akarom hozni akkor megszoktam kérdezni. Hogy igen az vagyok és hogy hívnak és akkor meg olyan is van hogy eleve úgy jönnek a fia haverjegy ma fogadtunk hogy, izé, hogy de hogy nem tudjuk hogy mondd már meg <laughs> tehát ez, ez ez nagyon furcsa és hogy nem tudja a nevemet de hogy akkor egy szelfit lehet. -e, és akkor lehet. De 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 hál' Istennek, olyan tehát amilyen virágot tépsz hogy van olyan virágot szagolsz amiért tépsz és hál' Istennek a, az én közönségem tehát olyan közönséged lesz amiért csinálsz magadnak meg amikről beszélsz is, és az én közönségem nagyon normális. Uh -huh. Olyanok mint én. Ilyenek örülök. <laughs> Mondtam hogy kiderítem a konfba az elején hogy a végén hogy egész normális normális ember vagy. Egyébként tényleg ez a sok jó tanulás meg meg mindenben. Tehát ez a nem hívás, jaj, ne jöjjön rám kiló, ne jöjjön izé. Ez, ez a, ebből a színpadon is táplálkozik valami? Vagy ez neked egy ilyen magánhigiéniás izéd, vagy egyszerűen a színpadon is rosszul éreznéd magad két kilóval? Hát rosszul érezni magam, ha szuszognék. Tehát ha belemegyek valami hevesebb mozdulatba, és utána ilyen van, mint ahogy a Covid után volt is, hogy fölmentem színpadra, és Ó, oh, fú, tehát ez, ezt, ezt, estéről estére, vagy így nem tudom én átizadni a pólóval. De te előbb említett Aranyasi Péteren, azért van plusz két Van, van, de hát hogy hát, az egész pályát, de nekem a komfortérzetemet nagyon zavarná, meg az utazni is, tehát napi, nem tudom én, négy-hat órát utazni, oda-vissza fellépés. ez ilyen zsinór fellépéseket is, nem? Hogy de egyikből a másikba. Igen, másikból. igen, igen, és azért azt kell bírni, vázizmokkal is. Meg, tehát ott, ott tényleg azért valami minimális fizikum. Meg tényleg az emberek ezt nézik. Tehát, hogy, hogy az egy dolog, hogy mit mondok, de hogy azért már akkor már lássanak valami kellemeset, hát ne azt lássák már rajtam, hogy ott el, elhagyom magam. Meg ez, 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 ez így kisút ki. Én olyan szívesen néztem Hoffi Gézát, aki azért is sok kiló volt. Hát igen, egyébként ez a másik, hogy a kerekfejű emberek nyilván sokkal nagyobb bizalmat ébresztenek. Meg is, igen. Na erre nem. Mert hogy még? Nem tudom, ezt olvastam. Szokták mondani, hogy a barna szemű férfiakban sokkal jobban megbíznak, és akkor utána ezt tovább vitték, hogy azért, mert általában a barna szemű férfiaknak kerek a feje, a kerek fej pedig gyerekfejre emlékeztet, és hogy a, egy ilyen kerek férfi, barna szemű kerek férfi arc, pláne ha még mosolyog is, akkor sokkal, sokkal nagyobb bizalmat ébreszt, mint mondjuk egy ilyen mogorvalófejű kékszemű ember. És hát Hofi Gézának is ez volt a nagy titka, hogy ránéztél, és már mosolyogni támad kedvel. Tehát, hogy már ezzel a holdvilágképpel, ezzel a kerekarccal is, meg ezzel a kis fura... Azért volt még sok titka szerintem. Egyébként ti tőlük tanultatok? És itt most a, aki szerintem legelőször csinálta a stand-upot, az a Sándor aki hát egy intellektualizált változatát csinálta, nem is lett olyan népszerű vele, ugye, mint a Hoffi, mm. de hát nagyon jó volt az. Igen. Tehát ti tanultatok-e tőlük, mert közben meg elmondott, hogy az amerikaiakat nem ismertétek, mert nem volt még YouTube, meg Igen. nem volt még semmi ilyen, amiről ismerhettétek, és hogy ezért is alakíthattátok ki jobban a saját egyéniségeteket. De mennyit tanultatok ezektől a... Hát ilyen magyar ős stand Hát ez nagyon érdekes, mert nyilván mindannyiunkra elementáris hatással voltak. Visszamenőleg Kellér Dezsőig. Tehát, hogy, hogy, ezen nőttünk fel, hallgattuk a Markos Nádast, hallgattuk Hofit, hallgattuk Nagy Bandó Andrást, a Gál Tehát, hogy, hogy ezt, 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 ittuk magunkba, és ezért is gondoltuk azt, hogy hát ez nekünk is menne. Viszont, ha visszagondolok pályám elejére, akkor nem volt olyan, hogy én most elemző szemmel berakom, és csak úgy hallgatom, hogy na vajon mit tudok tőle tanulni. ez nagyon érdekes, ez olyan, mint amikor pizzát sütsz, azt mondod, hogy ja, tudok én pizzát sütni, azt beraksz valamit a, a tepsibe, aztán lesz bőle pizza, és aztán elkezdesz így jobban érdeklődni a dolog iránt, pláne ha ebből élsz, akkor kezdesz-e dolgozni azon, hogy na hát minél jobb pizzát akarok sütni, és én is minél jobb stand akarok lenni, és hiába a kezdeti időszakban ö, nem elemeztem, vagy nem, nem, figyeltem az ő módszereiket, mert úgy éreztem, hogy megvannak nekem a sajátjaim, és azok működnek. Most kezdek el eljutni oda, hogy, hogy most, tudok, most tudok tőlük igazán tanulni, és most veszek észre náluk olyan dolgokat, De kell? amik hasznosak lehetnek. Például a tempó. Tehát a tempóban nem tudom én, Hofi Géza például verhetetlen volt. De egyébként Stankainak, tehát Stankai spétjét nagyon sokan emlegetik, hogy a Stankainak olyan spétje volt, hogy picit kivár és újra kell rá a, a, poén. Nem, mi fiatalon rohantunk. Egyik poénból a másikba pörgessük, pörgessük, egy mondatban legyen négy poén, és, és ugye erre, erre Igen, hartunk. de kell érdező, nagyon nem ezt csinálta, Valószínűleg már nem is élne meg. Tehát az egy, az egy, olyan fifikás humor volt, tehát ő akár mondott két percet úgy, hogy abban nem volt poén. Igen. És ez is volt. És rá, nagyon tehát. jó volt. És ez a másik, amit az ember megtanul, hogy, hogy nem kell félni a csöndtől. Tehát nem kell félni attól, tehát attól, hogy most éppen nem nevetnek, az nem arról van hogy te megbuktál, hanem attól ők még szeretnek, és azért van csend, mert figyelnek rád. Tehát, amikor elkezd beszélgetni a nézőközönség, akkor van baj, akkor van bukó. Amíg Na de csend ha van, a poént mondasz, és nem nevetnek, akkor azért baj van. Hát az Mert igen, azért ez rögtön van. lemérhető, ugye? Pont a Völgyi szokta mondani, hogy ó, hát a tragédiánál hosszú, hosszú, hosszú csend, ki tudja, hogy unatkoznak, igen, vagy éppen, igen, igen, igen. éppen feszülten figyelnek, vagy meghatódnak. Ennél ami műfajnál nincs mese? Mert ez. Az a Ez így van, de ha már tudsz, tudod, hogy egy anyag működik, és tudod, hogy hol jönnek a nevetések, akkor nem kell félni attól, hogy, hogy két nevetés között csön van. Mert pontosan tudod, hogy három szó múlva ki fog törni egy nevetés, és lehet, hogy annál nevet, nagyobb nevetést tör ki, minél inkább késlelteted minél inkább húzod őket, de, de ez, ez, ez... Igen, tehát mondjuk a... arra gondolok, mert most nem tudom, miért jutott eszembe, nagyon nem az a műfaj, hogy mondjuk egy Agatha Christie-nél is általában nagyon sok idő eltelik, mire jön az első gyilkosság. Igen. Tehát, és, és van, aki azt csinálja a krimiíróként, hogy buk, rögtön az elején puf bele. Hát egyébként a kalambó az a kalambó, ilyen igen, volt, hogy kezdődik. az elején már láttuk is, igen. és akkor... Igen, de, de az sok, sok eszköze van a, a feszültség fenntartásának. És pedig? Hát nem, tehát egy történetnek építkeznie kell, színezni kell, egy történetet el kell vele pepecselni az elején, ahhoz, hogy a végén már egy szóval tudjál benne. Tehát hogy mondok egy példát. A, van a, van egy anyagom, amiben a feleségem beiglitsít, ami minden évben egy ilyen katasztrófa. Nem, és miért? hát ez sose úgy siker, mert évente csak egyszer csinálja, de. és emiatt mindig elfelejti, hogy tavaly mit hibázott, és ugyanazokat a hibákat követi el évről évre. Most már árul el, hogy a feleséged mit csinál. Jogász, egy jogász. A. Ennyit, ennyit lehet tudni egy jogász. És már ott szedtétek össze egymást? Nem, a később, egyetem, később, később ugyanoda jártunk egyetemre, de, de később, később találkoztunk véletlenül. Uh -huh. és, és ott ö, ö, ecsetelem azt, hogy így meggyúrja a. a, a, a tehát, hogy eleve nehezen jön össze, minden évben megkérdezi tőlem egy diplomás, több nyelvet beszélő nő a konyhapult fölött a. Tehát szó szerint úgy hangzik, hogy ott áll a konyhapultnál, a konyhamérlek fölött, Lisztel a kezében egy diplomás, nyelveket beszélő nő, akinek a sugárzó elméjébe szerettem bele, és minden évben megkérdezi tőlem, hogy a 70 deka az hány gram. <laughs> és, és ezt, ezt, így szépen lassan el kell mondani, hogy tényleg lássanak ott egy sugárzó elmélyű nőt, és hogy vajon mi lesz ehhez képest az a blödség, amit ő meg fog kérdezni. És ennek, ennek tempója van, és erre rá kell szánni az időt arra, hogy, hogy és itt minden, tehát nem lehet kevesebb szóval megúszni, több szó meg fecsegés. Tehát ez is ilyen érdekes. Vagy például ugyanebben a beiglis történetben van az, hogy utána meggyúrja a beiglit, és két órára kelni kell hagyni. Még írja is a füzet, amiből a süti, hogy vigyázzunk, nehogy túl kelljen. És itt meg is szoktam kérdezni a közönséget, hogy férfiak, köpötte már ki valaki beiglit, azért, mert túl kell. Tehát volt-e olyan, hogy rendégségben rákívánsz, ú, de jó, van, de jó, pá, túl kell, nem hiszem el. Nem, ő vigyázz, nehogy túl kell, beállítja az órát, hogy csipogjon, ha lejárt a két óra, nehogy túl kell. Na, két óra szöszögész és pakolászás után csipog a beigli, vagy csipog az óra, megkelt a beigli. Ekkor ő újra odalép a füzethez, és így folytatja az olvasást. Ez alatt mi megfőzzük a tölteléket. És itt, itt muszáj ezzel a, ezzel a, És én ilyenkor mindig csak annyit szoktam neki mondani, hogy túl fog kelni. És ilyenkor muszáj elszöszögni ezen a két órás kellésen. Tehát látszólag sokat beszélek arról, hogy, hogy Aha, ez miért, miért, miért két óra mérizé, viszont addigra már ott lesz a fejekben, hogy amikor eljutok oda, hogy két óráig kelt a beigli, és utána azt olvassa, hogy ez alatt kellett volna megfőzni a tölteléket, akkor ez annál nagyobbat fog ütni. És ezt például ezt, ezt az ember menet közben tanulja meg, és, és jó részt úgy, hogy, hogy figyeli, hogy basszus, az öregek is ugyanígy csinálták. És nem rohantak, nem kapkodtak, adtak neki időt, és ha fecsegtek, az nem önmagáért volt, hanem azért, hogy aztán később már egy szóval tudjanak belőle nevetést csinálni. Társadalmi kérdések mennyire érdekelnek? Tehát az idegen gyűlöletről például beszéltél. Igen, beszéltem idegen gyűlöletről, homofóbiáról, rasszizmusról, még a Vihara Biliben című De itt nem is az a kérdés, hogy engem mennyire érdekelnek, hanem hogy a közönséget. Mennyire érdekel? Na, de te mondtad, hogy mindenki magának kineveli a közönségét, és ettől kezdve akkor, ha te arra szoktatod, akkor érdekel. E, igen, csak hogy érdekes például, hogy, hogy nagyon sok mindennel Magyarország még nem tud mit kezdeni. Tehát például ugye egy előre lett kergetve az ország abba a helyzetbe, hogy foglalkozzanak azzal, hogy lehet-e kisgyerekeken nem változtató műtétet végrehajtani, holott a társadalom még, 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 még nem itt tart. Mint ahogy nem is tartott a társadalom, hogy a vók kultúrája. De senki nem gondolta, hogy kisgyerekeket nem változtató műtéket. Tehát ez egy politikai fogás. Nyilván, nem nyilván, tudom, nyilván volt de, nem, hogy, de, Hogy, pont az életért... Amit valamire válna... fel akartak, vagy fel is használtak. Igen, de, de pont hát... az élet érvénytelen a népszavazás, mert az emberek ezt nem érzik most jelen pillanatban Magyarországon egy érvényes kérdésnek. És nekem is... Tehát tudsz olyan, hogy valaki bement egy óvodába, és a gyerekeket meg akarta bőzni, hogy te kislányom legyek, kis, nem, legyi, kis nem, fiú, nem, vagy fordítva. Nem. És tudok is, valószínűleg ez a fővárosban történhetnek, de Heves megyében szerintem végképp, végképp, nem kérdés. És ugyanígy nekem is hiába van egy-két kérdés, ami foglalkoztat és társadalmi szintű. Van úgy, hogy elővezetem a nézőknek, és érzem azt, hogy még ők nem tartanak itt fejben. És lehet, hogy majd tíz év múlva kell elővennem. Ahhoz, hogy érvényesnek találják. Nem talál. lehet, hogy általában a stand nagy része leszoktatta őket erről? Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy a stand up nagy része, és most, most bocsánat, azért mondok, amit mondok, hát azért a nagymama bunda bugyiáról szokott beszélni. Hmm, szerintem van, van, van igény arra, hogy az emberek értelmesek. Miért Hoffinál, miért vették be ugyanezeket a poénokat, és egy nagyon széles réteg bevette. vette? Hoffi nagyon okosan csinálta, nagyon okosan rétegezte. Na, de akkor nem lehetne nektek is? Lehet, lehet, és én is azért. Tehát, amit át tudok vinni, azt a keveset, az is mindig úgy viszem át, hogy igyekszem hasonlóan rétegezni, mint Hofi. Hogy aki egy, egy vaskos hahotára vágyik, az is megkapja, de aki valami kis finom pluszra vágyik, az is kihallja belőle. Tehát van, aki csak a, a izét azt, azt hallja, hogy a feleségem nem tud sütni, de van, aki azt hallja meg belőle, hogy minden kudarc ellenére újra fel kell állni, és meg kell próbálni még egyszer. Tehát, hogy, hogy, hogy több, és, és, ha már a Tibit említette, Tibi is ebben zseniális egyébként, hogy ő is, ő is, annyi, annyi rétegben dolgozik, hogy, hogy a közönségéből a A nyáron megtalálja. voltam a Városmárban az estjén, ott, 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 tényleg az volt, és végignéztem a közönséget, elképesztő, hogy egy hogy egy mennyire heterogén közönség, tehát minden réteg. Igen. Tehát látszott, hogy egészen aluliskolázottak, és egészen Igen. Uh, felül, ő azt csinálta, hogy rögtön az elején dúl politika tudom én, 25 perc, és aztán elkezdte elkönnyíteni, és nekem már túl könnyű is volt a legvégén. De pontosan még meg is írtam, hogy nyilván ez, erre azért volt szükség, mert igen, hogy, hogy egy másik rétegnek is kellett. Igen, állani. igen, igen, igen. És hát ennyi, hogy, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy az emberek szórakozni jöttek, és, és, ezt, ezt a fajta igényüket ki kell elégíteni, de ha már én úgy érzem, hogy már a szórakozásból, meg a poénokból van már elég, én mindig utána szoktam meggondolkodni azon, hogy na akkor, akkor ez a nevetésen, hogy tudunk becsúsztatni még a fejükbe valami többet is. Szerinted mi az, amit te tudsz? Tehát le kéne írnod azt, hogy ez a fickó, mitől kell, kellendő? Hát amiben, amiben én a többiekhez képest picit más vagyok, az az, hogy, hogy én merek, merek a nézőknek az érzelmeivel játszani, és így egyre inkább tudok is rájuk hatni. Tehát hogy egy, egy nevetésből most már négy mondattal tudok csinálni ilyen könnyezős gombócot a, a torokban, és utána vissza nevetésbe. Tehát euh, tudok, euh, tudok a teljes érzelmi skálán játszani a színpadról. És így meg tudom őket hullámoztatni úgy, hogy nyilván a nevetés az, az a pillanatnak szól, de minden más érzés, amit pluszba kapnak, az pedig hosszú távon dolgozik bennük. És az azért nagyon fontos, amit mondtam is, hogy a, a történetekből tanulunk, és a történetekből is úgy tanulunk, hogy, hogy érzéseket kapunk. Van kontrollod, vagy ez ilyen szempontból egy személyes alkotói műfaj? Tehát nincs ilyen, hogy mondjuk valaki megrendez egy nincs, Nincs, se rendezőm, nincs se dramaturgom. Van, aki, tehát a igénybe lehet Mi te voltál gagman, meg Voltam, hát írtál, hát mondjuk igen, a keresztény sorozat. Tának is írója volt. A keresztények nem a munkaügyeknek. A munkaügyeknek Volnár Piroska kettő Igen. Igen én írtam másoknak van, rengeteget. Én nem ha, ha nekem írnak azt nem szeretem mert az lötyög az kilóg a számból. Aha. Azt, azt nem tudom annyira önazonosan előadni. De te tudsz más szájára érni ezek Tudok, tudok, meg ha valaki, nem tudom én, fölvet nekem egy, egy poént, és én nekem még arra eszembe jut, hogy hogy lehetne még jobban árnyalni, vagy, vagy, vagy valami nagyon frappánsan lezárni akkor. Hova futhat ez ki tehát? Tehát 80 évesen is ugyanezt csinálod, vagy ez fejlődik, vagy az a jó, ha úgy marad, ahogy van, vagy hogy van ez? Nem tudom. Nem tudom. Öh, hát nyilván lehet ezt csinálni a halálunkig, tehát volt is erre magyar példa is Hofi vagy George Carlinnál a nemzetközi példa is, hogy az ember még idősen is tud friss lenni és, és vicces és eredeti. Inkább attól félek, hogy nehogy elkezdjem a dolgokat annyira komolyan venni, hogy egyszerűen már nem látok bennük több viccet. Tehát itt ezen, ezen áll vagy bukik az egész, hogy, hogy tudsz. Jó, persze az ember érik, az ember a világot egyre komplexebben látja, és azzal, hogy a, a, a dolgokat megérted, azzal elmúlik belőlük a vicc. Tehát, hogy, igen? Igen, mert például, tehát, hogy, például hogy, hogy miért van a pizsamán zseb? Tehát, hogy mi az, amit okvetlenül alvásnál, magadnál akarsz tartani? és ki, ki, volt az első, aki zsebet vart egy, egy pizsamára, és nyilván erre azt lehet mondani, hogy de nem az a lényeg, hogy alváskor mi van, hanem hogyha előtte két órával már fölveszed, és abban vagy otthon, akkor tudjál bele pakolni. És így, ha megmagyarázom, hogy így, már azt mondom, hogy hát akkor jogos, hogy van a pizsamán zseb, viszont elmúlik belőle a vicc. És ugyanígy az ember az életet is, ha, ha megérti részleteiben, akkor egyre, egyre, csökken az a sziget, ami még ismeretlen, és ami, ami még É, ami fölött értetlenül állhatok, emiatt még viccet csinálok. Na, de a fordítotja is lehet, hogy sok mindent meglátsz, amit idáig nem, ami. Mert ugye te sok mindenbe bepoint látsz, amiben más nem, de akkor lehet a fordítottja, nem? Hogy még uh -huh. több dologba belelátsz. Hát, nem? lehet, lehet, lehet. Megpróbálom így szemlélni a dolgot, de a legnagyobb félelmem az ez, hogy hogyha már annyi mindent tudok, így is rájövök, hogy rengeteg mindent nem tudok, de hogy, hogy egyszerűen így, így megölöm saját magam számára a munkát. Na hát akkor én remélem, hogy úgy érezted, hogy most az éleget beszélhettél. Eleget, köszönöm szépen, és nagyon jó labdákat dobtál fel nekem is, és, és külön köszönet az alapos felkészültségért, mert nagyon ritka. Akkor én is köszönöm, hogy jöttél, és önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Kovács András Péter volt a Bóta a vendége, viszontlátásra.